2021. szeptemberében még csak a beton alap volt kész a tiszadadai bölcsödében. A szakemberek mosdókagylót szereltek, kiálltak a csövek a falból, lapát, munkagép és festékes vödör volt a csoportszobában. Ma pedig már játékautókat pakolhat benne a kisfiú. A községben korábban működött bölcsőde, de azt 20 évvel ezelőtt kénytelenek voltak bezárni. Így a csütörtökön átadott intézmény egy régvár beruházása a településnek. Én azt gondolom, hogy egy új intézmény az nagyon-nagyon nagy szükség volt már Tiszadadán, hisz ugye a mai gazdasági helyzetben egyre több munkahely van, mondjuk most pont visszafelé esik, de egyébként van munkahely, és ugye azok a gyerekek vagy anyukák, akik kisgyerekkel vannak otthon, nekik megnyílik a lehetőség arra, hogy el tudjanak menni dolgozni, és gyakorlatilag egy 12 férőhelyes, egy csoportos bölcsőde lett itt megépítve, hárman fognak, tehát munkahelyteremtésbe is előléptünk, hárman fognak benne dolgozni, úgyhogy nagyon örülünk neki, és bízunk benne, hogy szolgálni fogja a település érdekét. A bölcsőde modern, 21. századnak megfelelő, 10 kW-os teljesítményű napelemekkel ellátott, akadálymentesített épület. Az energetikai hatékonyság érdekében a 30 cm-es kerámia falak 15 cm-es, a lábazatok 10 cm-es, a födém 25 cm-es, a padlózat pedig 10 cm-es lépésálló hőszigeteléssel van ellátva. Mindezt egy közel 170 millió forintos Európai Uniós 100%-os intenzitású támogatást tette lehetővé. Ez még az előző ciklusban került benyújtásra, 2019-ben és 20-ban nyerte el ezt a pályázatot a település. Nagyon örülök ennek, mert az azt jelenti, hogy a fiatalok az egyéb családtámogatások mellett gondolkodhatnak abban, hogy gyereket vállalnak, gondolkodhatnak abban, hogy két éves kora után a gyereknek visszamehetnek dolgozni, mert ez a második pillér az infrastruktúra és a közintézmények fejlesztése mellett, a gazdaságfejlesztés, hogy legyen mindenkinek munkája. Fontos, hogy azok az édesanyák, akik vissza kell, hogy menjenek, vagy vissza akarnak menni dolgozni, ők is szerető, gondos kezekben tudják hagyni a legkisebb gyerekeket. Az országos bölcsőde fejlesztési programra nagy igény mutatkozott Vármegyénkben is. Az elmúlt néhány évben kezdődött el az országos bölcsőde fejlesztési program, és ott egy olyan célkitűzésünk volt, hogy 10 000 új bölcsődei férőhelyel gazdagodjon az ország, tehát ez egy országos összesítésű szám. Én azt látom, hogy gyakorlatilag nincsen olyan vármegye jelenleg, ahol ne fejlesztenénk, tehát mindenhol is, és az is nagyon jó hír szerintem, hogy a 2-3 000 fős településekre is ugyanúgy kerül fókusz, mint a nagyobbakra. A tiszadadai bölcsődében már csak 2 üres hely van, a már beíratott gyerekek pedig jövő héten vehetik birtokba az új intézményt.